A térség egyik legnagyobb volumenű beruházása tavaly januárban indult el. Apagy mellett Baktalurádházán, Napkoron, Nyírtéten, Ófehértón, Magyon, Nyíribronyban és Ramocsaházán oldódott meg a szennyvízelvezetés és kezelés problémája. A több mint 17 ezer lakost érintő beruházás Napkoron is a végéhez ért. Több mint 1 milliárd forintos beruházás volt, ami a napkori részt érinti. Azt hiszem, hogy az összeg is mutatja, hogy mekkora munkáról volt szó. 21 kilométeres gerinchálózat készült el, illetve Apaggyel és Nyírtéttel közös szennyvíztisztító, ami már szintén működik. A szennyvíztisztító telep Apagyon készült el. Apagy, Napkor és Nyírtét szennyvizét fogadja be. A 21. századi technológiai követelményeknek megfelelően működik, a Nyírségvíz ZRT üzemelteti. Napkoron a korszerű szennyvízelvezetés hozzájárul ahhoz, hogy megóvják a felszín alatti vizek minőségét. A beruházás egészségesebb vizet és tisztább környezetet biztosít a lakosságnak. Számára. Eddig 700 háztartás csatlakozott rá a hálózatra, 1200 jelezte szándékát. A projekthez lakossági hozzájárulás is szükséges volt. Kellett érdekeltségi hozzájárulást fizetni havonta 1900 forintot 5 éven keresztül, aminek ugye a futamideje hamarosan lejár, és ez alapján viszont azt gondolom, hogy a befektetett összeghez képest korszerű rendszert nyertünk, és ahogy mondtam is, nagyon örültünk annak is, hogy több helyen az utat is helyreállították teljes szélességben, úgyhogy azt gondolom, hogy megfelelő komfortérzetet jelent így a beruházás végén az embereknek ez a beruházás. Az Európai Unió az előző költségvetési ciklusban több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térségben támogatta a korszerű szennyvízhálózat kiépítését, és a szennyvízkezelés problémáján segített. Ebben a térségben is 85%-os hozzájárulást nyújtott a beruházási költségekhez. A többi 7 településsel együtt 6,3 milliárdot használtak fel a kelet-nyírségi szennyvízprogramra.